Fehérgyarmaton bezárt a piac, az óvodák és a bölcsödék, a vendéglátóipar szinte teljesen leállt, és a tartós cikkeket előállító vállalkozások is veszélybe kerültek, azonban a boltok és a gyógyszertárak ellátásában nincs fennakadás, mondta el televíziónknak Péter Csaba, a település polgármestere. Azt látjuk, hogy az ellátással nincsen gond, gyógyszertárakban sincs gond, úgy gondolom, a szükséges készítményekkel, tehát azt látjuk, hogy akadálytalanul be lehet szerezni azokat a termékeket, amelyek kellenek a mindennapi élethez. Tehát nincs ilyen tapasztalatunk, hogy akár bármilyen termékcsoportban hiány mutatkozna, nálunk ez nem jellemző, tökéletes az ellátás. A munkáltatókra és a vállalkozásokra, ebből kifolyólag pedig a munkanélküliek számára is jelentős hatással van a koronavírus járvány, tette hozzá a polgármester. Ezen a téren viszont jelentős gondok jelentkeztek, tehát azt látjuk, hogy a vendéglátóipar az természetesen már a kezdetén is nagy bajba került, tehát azok a kiskereskedők, akik a vendéglátásban dolgoztak, illetve munkavállalók is, azok óriási bevétel kiesés szenvedtek el, illetve elvesztették a munkahelyüket. Tehát azt lehet mondani, hogy a vállalkozók is jelezték felénk, hogy nem tudják az adójukat befizetni, hiszen a vendéglátásban nulla bevétel van szinte. Nagyon kevés vendéglátó egység tud még ugye működni. Ez javarészt ugye az étel kiszállításban tud érvényesülni. Azt lehet mondani, hogy itt nagy baj van, nagy gond van a piaci kereskedőkkel is. Ők is jelezték, ugyanis bezártuk a piacot, hiszen egy olyan fertőzés veszély volt, amelyet úgy gondolom, hogy meg kellett szüntetni ideiglenesen. Ők is jelezték, hogy egyszerűen ellehetetlenülnek, tehát nem tudják eladni a termékeiket. Hát annyi engedményt tettünk az elmúlt héten, hogy kizárólag zöldség és virágpalántát termelők, kiskereskedők, őstermelők a piacon eladhatják most a termékeiket. Péter Csaba hozzátette, azokon a munkahelyeken is nagy gond van, amelyek tartós cikkeket állítanak elő. A helyi fűnyíró és kandallógyártó vállalkozás is a korábbi megrendelések lemondásával szembesült, így a két legnagyobb foglalkoztatónál is veszélybe kerültek a munkahelyek.